A közel 2000 lakosú Petneháza hiánypótló beruházásba kezdett. Egy 300 millió forintos pályázati forrás nyertek el, ami egy nagyobb önkormányzati erővel kiegészülve lehetővé teszi egy óvoda bölcsőde építését is. Sem Petneházán, sem a szűkebb vonzás körzetében nem volt eddig bölcsőde. Bruttó 300 millió forintot nyert az önkormányzat az óvoda bölcsőde pályázatunkra, és közel 400 millió forintba fog kerülni, ami azt jelenti, hogy az önkormányzat ezt a közel 100 millió forintot önerőből fogja hozzátenni. Mindenféleképpen bele kell vágni ebbe a projektbe, mert a mostani óvodánk nagyon picike, és nincs más választásunk, a gyerekeket szeretnénk megtartani, és emiatt mindent megteszünk, hogy egy szebb és új környezetbe tudjuk a gyerekeinket. Az új épület teljesen akadálymentesített lesz, ami egy 21. századi intézménynél már alapkövetelménynek számít. Két óvodai és két bölcsődei csoportot tudnak majd fogadni, és a polgármester szerint a közeli településekről is hozzák majd a párját ritkító épületbe a gyerekeket. A bölcsődében játszó csoportot és időszakos gyermekcsoport szolgáltatást is vállalnak majd, valamint a rászoruló családoknak eszközkölcsönzésre is biztosítanak lehetőséget. Jelen pillanatban Szabolcs-Szatmár Bereg megyében még a magasabb munkanélküliségről beszélhetünk, de itt is jelentkeznek azok az igények, amit egy ilyen beruházás is jelent, hogy a szülők szeretnék biztonságban tudni a gyermeket, ezért, ahogy már említettem, bölcsöde és óvodai férőhely növelések lesznek. De emellett azt gondolom, hogy maga a beruházás, mint érték, a munkahelyteremtésnek, a foglalkoztatásnak is része, hiszen ezeket meg kell építeni. Kőművesek kellenek, segédmunkások kellenek, vállalkozások kellenek, építőipari termékek kellenek, és ez kivetítjük globálisan, akkor azt gondolom, ez a következő dimenzió, ami a beruházások ösztönzésére, makrogazdasági mutatókra is nagyon jó fényt vetnek. Petneháza életében ez az elmúlt idők legnagyobb beruházása lesz. Ezzel hozzájárulnak a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez is. A fejlesztés eredményeként a szolgáltatások hozzáférhetővé válnak, kiegyenlítődnek és javulnak a területi különbségek, különösen a szegény családok és a hátrányos helyzetű gyermekek számára, tette hozzá az országgyűlési képviselő.